Erőt, egészséget, kedves bajtársak! A Game Channel Raptor vagyok, és mint ahogy láthatjátok, nossal fogunk játszani, és már félünk is a srácokkal. Itt van velem Lord, illetve itt van velem Sanci is. Sziasztok! És... Hello! Ha minden jól megy, akkor pár percen belül érkezni fog hozzánk a horda. Úgyhogy megépítettük itt ezt a kis... minek nevezzelek, akadályt. És itt fogjuk őket várni a apró felszerelésünkkel. Hát nálam Lornak köszönhetően van egy MP7-es. Sancina, ha minden igaz, van egy SKS, illetve nálad pedig egy Skarel, ha jól emlékszem, Lord, ugye? Meg egy Soti. Meg egy Soti. Úgyhogy van itt ez a kis akadály, hogy az első horda ide fog érkezni. Mondhatni, hogy perceken belül, tehát ugye 18-5 perc, ugye a szerveren vagyunk fönt. Elvileg itt van Éva is, de ő még ugye fönt van északabbra. Ő még nem csatlakozott ide a kis táborunkhoz, túlélő tábor, itt fogjuk majd kiépíteni. De reméljük, hogy ezt túl fogjuk élni, srácok. Ezt a nem tudom mennyi időt. Úgyhogy megépítettük, mondom, ezt a dolgot, úgyhogy várjuk itt együtt szeretettel a horda érkezését, és szurkoljatok, hogy túléljük, mert nem biztos, hogy túl fogjuk. Ugyanis elég keményekre vannak állítva a zombik, és elég sokan is lesznek. Hordánál még nem voltam, tehát ugye a Severus folyamatosan fut. Nem tudom, hogy amikor fent vagyunk, hogy akkor is beteszi a hordát, illetve hogy hogyan működik. Az alvás az biztos, hogy úgy működik, tehát hogy mindenkinek ágyba kell feküdni. Tehát még Évának is, aki ugye most jelenleg nincs itt. Úgyhogy meglátjuk, hogy hogy fog ez alakulni. Hát remélem, hogy túl fogjuk élni ezeket a dolgokat. Itt vannak. Jó, eddig a terv az úgy látom működik. Hagyjátok egy picit őket. Nem működik. Lőjétek! Nézem a lépcsőt. Kifogytam, ez baj. Meghalunk, mindig halunk! Segítség! Hussatok! Meneküljetek! Utás! Mindenki a vízbe! Na mi van, kislány, nem tudsz úszni? Gyere! Nincs lányzsám. Ez szép volt. 21-et megöltem. Az igen. Én még élek. Nem sokan vannak már pedig. Tehát a terv az nem volt rossz. Csak a falat azt hamar átrágták a szélén. Hát én most visszahúztam ide őket, aztán meglátjuk, hogy... Ez meghalt. Gyertek, ne? Gyertek. Na mi van? Ti is hoztok egy párat? Hozzad erre, hozzad itt a szöges drótba. Akasszuk meg, gyere. Hozzad. Szégyen futás, de hasznosítom még egy. Azaz. Jó. Azok megakadtak. Ez meghalt. Élünk. Jó, hát volt nekem. Nekem minden lőszerem elfogyott. Nekem is az volt a baj, kifogyott a fegyver abszolút.
Ezt egy kicsit erősíteni kell ezen, és jó lesz. Amúgy nem, nem volt rossz az ötlet, itt ezt a részét nagyon átrágták, szerintem itt jobban kijebb kell hozni. Tehát itt nagyon hamar áttörtek, tehát ez a fő, de amúgy tehát ötletügyileg nem rossz. Tehát ez, nem, a híd, ez a híd. Ez a híd, ez jó ötlet amúgy, csak nem ide ki kell, hanem még a hídra följebb kell. Mert tehát, hogy oldalról jöttek be. Jobban bejebb kell toljuk majd. De hát nem volt rossz. Több lőszerünk lett volna, akkor bulisabb lett volna. Akkor megfogjuk. Akkor meg simán. Na hát újabb 7 nap áll rendelkezésünkre arra, hogy túléljük a hordát. Nem tudom, hogy Éva túlélte ott fönt. Vagy hogy ő mit kapott. Mi azért... Tehát ahhoz én azt hittem amúgy, hogy jobban, hogy gyorsabban halunk. Tehát itt átrágták magukat, az biztos. Igen, itt volt, ez volt ott a baj, hogy itt átrágták magukat, meg túloldalt is ugráltak át. Igen, tehát hogy ha lejjebb tesszük a tüskét. Aucs. Tehát hogyha jobban beljebb, igen, tehát hogyha jobban beljebb hozzuk a tüskét, mondjuk szerintem... Kb. Odáig, igen, idáig, akkor úgy már bulisabb, mert akkor végig kell menjenek, és van idő lőni őket. Meg akkor tudjuk, hogy hívják volni még, tudod majd több csapdával ellátni az egészet. Mert ugye ez most ugye az alapcsapda, úgymond. Tehát ha már lesznek forgók, meg ilyenek, tudod, a fémből épített vágók, meg ezek, amit elektromossággal kell ellátni, szerintem akkor még jobb lesz. Forgópengék, aha. Meg ugye ezek a hasonló csapdák. Tehát most ezek a sima fák, hát most ez ilyen, tehát ki kellett vágni egy csomót. Na! Akkor srácok, most túléltük a hordát. Fogjuk rá, hogy túléltük. Ugye hárman már itt összebandáztunk. Még Évát várjuk majd fentről. Bár lehet, hogy ő még küzd velük. Ugye írtam neki, de nem válaszolt. Oké. Úgyhogy szerintem kezdjünk el lányzsát csinálni, és menjünk el egy kicsit lootolni, meg kéne kaja, meg pia. Meg lehet, hogy könyvet se ártana találni most már, és akkor elkezdeni tanulgatni. Hát, az nagyon kéne. A tanulás az ugye mindig jó dolog. Hát, igen, itt nem sok minden maradt. Úgyhogy ezt kiteszem. Ezt is kiteszem, kitenném, ha tudnám, de nem tudom. Jó. Ezt is meg kéne csinálni, de ugye ez egyszerű alkatrész kéne, meg tábla. Oké, merről kezdjük? Szerintem el kéne menjünk lootolni valamit, nem? Hát megpróbálhassuk falandzsákban. Valami easybe kéne beszaladjunk először. Szerintem menjünk el a hajóra kajáért. Vagy... Figyelj csak, a kocsit kéne összerakjuk, kéne még hozzá egyszerű alkatrész 5 darab, és akkor utána vihetnénk a kocsit is, akkor abba sok férne. Itt a izénél van, itt lent a atyáknál. Gyertek, és akkor menjünk el oda, azt kezdjünk ott. Mondjuk... Majd ezért is kell szerezzünk antitestet, de ugye először majd is a lőszerek meg a könyveket kellene... Hogy hívják, hogy... Majd holnap szerzek könyveket. Majd óvatosan szurkáljunk, mert ugye egymást is tudjuk sebezni. Hát egyikünk szurkál, és akkor elfogyaszt a minája félreáll. Erre a sanci lemaradt. Csináltam láncsát. Ott volt hátul a regbe egy csomó bot, onnan tudtok kivenni. Én már csináltam egy regket, úgyhogy van. De amúgy jó, hogy mondod, itt szövegelek itt, hogy csináljunk lágyát, érted? Én azt hittem, hogy nálam még van, de templomba kéne járni, inkább sűrűbben, és akkor ott hinni. Meg lehet, hogy aludni is kéne pihenni. Nektek nincs csizé? Na gyertek! Én gyártottam még egy láncsát, biztos, ami biztos. Az a baj, elég hamar kopik. Hát fából van.
Nem túl sötét a játék, srácok. Hát ez nagyon komoly, ez a vérvilágítás, ez kész, ezt imádom. Elfér még nálam, vagy csak elfér? Keresnék titeket. Melyik az te? Szúrom ki a szemét. Na, van egy pár. Szúrom ki a szemét. Akarunk mind az ötte harcolni? Egyszerre csak egy, ja. Jön még egy, vigyázz. Az erdőben van vagy 10, de ne zavartas magad, jó? Ouch. Új, sokan vannak. Aha. Van egy pár. És azt mondja, hogy nem vészes. Á, jön fel! Csűz, mindjárt, csak szólok. Be kell menni a vízbe ilyenkor, oda nem jönnek be. Ugorj a vízbe, fent a hídra ugorj be a vízbe. És akkor leválnak rólad. Az meg a... Ha... Voltatok már itt a vízbe? Persze. Miért? Olyan mi az alja, hogy nem lehet látni. Van itt egy alagút, vagy barlang, vagy nem is tudom mi van itt. Halok. Gyere be a vízbe. Ezt meg kell próbálni egyesével összedni őket. Kijössz. Oké. Okay. Hát ez meghalt mind a kettője. Akkor mehetünk vissza szépen lassan. Ugye van azért így benne kihívás, tehát... Lándzsával simán. Nem csak lándzsával, tehát most úgy van beállítva a szerver, hogy azért kelljen küzdeni velük. Aha. Kettő van rajtad, vigyázz. Au! Mi stamina? Oké. Okay. Nekem sem, megyek a vízbe egy kicsit. Menj a vízbe, stamina, ez olyankor. Az a baj, a vízbe is fogy a stamina. Ott még mászik valaki. És nálam van egy vércsepp, az mit jelent? Kötözd magad. És mivel? Meghaltam. Kötszerre. Hát azt nem hoztam. Otthon van szövet. Vagy nézd meg a hullákat, abban szokott lenni néha szövet. Erre van nálam egy szövet. Akkor tudsz gyírt, az a neve, hogy szíj. Már csinálni, a két szövet kell hozzá, nem ugye keresek még egyet. Ez hova mászol? Ugye ez jön egy rend. Ouch. Ó, oh, most tört be a lányzsa, de jó. Azt még fölök kell, hallom? Megölt. Én meg őt az. Helyes, jó tetted. Osszulj meg! Megbosszultanak, és csinálok egy szíjat akkor. Jó, gyorsan fogy a HP-m azért. Arra figyeljetek. Hát nem lassan. Na jó, én még mindig élek. Azért gyártom a láncsákat folyamatosan. Kelleni fog. Igen, nem egyszerű életben maradni, tehát nem úgy van beállítva egyenlőre a játék, hogy egyszerű legyen, főleg az elején. Ugye most nincs kezdőszett, és srácok ugye beállítva, de most ugye ez a szerveres dolog, ugye, hogy bérel van a szerver, ugye sok minden kérdést vett föl magába. Nem tudjuk, hogy Éva túlélte. Most jelenleg nem látom fönt. Amúgy. Az elébb úgy láttam meghalt. Igen. Valamit kiírt a izé, de szerintem a hallát írta ki. Hát vagy, hogy kilépett. Nem.
Ott volt bent, csak nem jöttem rá, hogy Nem, meghalt szerintem, vagy. nem, szerintem kilépett. Hát azt írta szerintem, hogy kilépett. Már nem nagyon tudok ilyen furcsa betűt sem, de szerintem azt írta, hogy kilépett. Na most mi van? Már meg mérgezés, moszkító, minden van rajtam, de jó. Az a malária, vagy micsoda. Hát most az van rajtam jelenleg. Itt a cuccod, amúgy itt állok mellette. Oda, jövök. Perc óra kérdés is utolj. Nekem is kell, hogy még csináljak láncsát. Meg csináltam kötszert is. Hát az hasznos. Sanci itt van? Uh-huh. Nélküle nem megyek sehova. Oké. Azt gondolom az enyém volt. Jó, hogy te már bent vagy. Aucs, ebből én is kaptam. Meg most már jön az egész família. De nem biztos, hogy aucs, ebből is kaptam. Jó. Ilyen szórása van ennek a szüzés satinak? Baromi nagy. Az a baj, nem merek lőni most már. Azt is miért nem tudod leszúrni a földön amúgy? Tehát ez így elfogyott a stamina. Szép. Szerintem megoldottuk. Én nála megint vércsepp van, és most halok meg én is. Tessék. Pont rányomtam egy gyártásra. Jó, mindjárt benyomom. Próbálj meg egy picit beljebb hatolni a faluba. 12 HP-m van. Nekem 36. Na, meneteljünk. Na most már nem csupaszkodok. Elég volt. Elég volt? Találtál rucit? Nem. No. És miért Google-ba mész? Könnyebb úgy? Ki, én? Aha. Nekem meg azt mutatja, hogy te mész Google-ba. Ez komoly. Vicces. Az előbb levegőben voltál. Igen. Mint Jézus. Találtam egy kis kényes részeket. Meg itt van lámpa. Meg zombi. Eszköztárak. Ezt az esőházat lootoltátok? Nem tudom. Az a baj, ha elsütöm a mordájt, tiktéket is sebezlek. Ouch. Betört? Betört nekem is. Oké, okay, staminázok. Jön majd még egy. Engedj oda. Oké, okay, folytassuk a lootolgatást. Már az a baj, hogy ez a puska, ez meg ide vonzza az összeset egy lövéssel. Aha. Ó, félek basszus, még közeledbe is ment, faszki. Még egy, jobbra, jobbra. Oké. Okay. Maradj le! Kifogyott.
Maradj lent! Még mindig jön kettő. Jó, tolassunk hátra, hogy picit nekem staminázni kell. Ne szaladj elébe, mert leszúrlak. Nem baj, már nem számít. Betört. Oké, okay, fekszik. Szép. Még élünk. Várjál, mert gyártani kéne a láncsát. Van két láncsám, tudok adni egyet, ha kell. Gyártok. Várjál, segítek Sancinak. Hű, valaki leszúrt. A zombi csapott. Én voltam, nem? Nem, a zombi csapott csapta meg, és én nálam úgy látszott. Jó, az üres. Ezt te nézed. Ezt már néztem. Satival azért bátrabb voltam. 762-es lőszer. Fegyverkiegészítők, most nem tudjuk elvinni. Egyszerű alkatrészt találtam. Meg 9 minis lőszer. Úgy kéne, hogy mindegyikünk választ egy fegyvert, és akkor a lőszert adogassuk egymásnak. Igen. Még nem tudunk gyártani annyit, hogy mindenkinek elég legyen az, amit szeret. Itt elég sok izé van egyszerű. Rengeteg aksi. Kicsi. Szerszámjavító, elektromos vezeték, ezekre még nincs szükségünk, főleg az egyszerű alkatrészek kellenek. A izét megépíteni, a kiskocsit, meg egyéb dolgokat. Hát abból kell a legtöbb. Most, amíg nem tudunk gyártani, van soti lőszer, sőt itt mindenféle lőszer van. Most fogyottál. Hát ahhoz képest, hogy falandzsával még jó küzdünk. Hű, gyerekek, a rossz hírem van. Mégpedig? Az, hogy az összes zombi visszaszpanolt, az összesítón, ahogy jövök vissza. Az nem rossz hír, ha lenne lőszer. Gyakorlatilag nem tudok visszamenni oda, ahol vagytok, tehát. Megoldjuk mindjárt. Tehát a visszaúton ugyanannyit kell megölni, mint amennyit öltünk az elébb. Mi az, eltűnt? Vagy te felvetted? Mit? Mit? Akkor eltűnt, hát ez baromi jó. Itt vagytok bent, vagy kint? Hova? Itt bent. Kint ne nagyon mászkáljatok, mert rengetegen vannak. Lehet, hogy ennek majd lejjebb vesszük az izét, a visszaszpondolásait. Azért a zombinak, hogy egy ilyen izét vissza tudjunk, vagy ki tudjunk takarítani. Nem vagyok innen prontó, de... Kinél van sati lőszer? Nálam van 7 darab. Az 7 lövés. Az épület túloldalára ne menjetek. Egyetlen megpusztítottam. Hű. Hol vagy, Sanci? Itt vagyok, hol vagy? Tudom. Figyelj már, fáj a derekad vagy? Az alsó fiókokat nem nyitott ki. Az komolyan. Nem mindig adja be, aztán felmérgelem magam is, ott hagyom. Kilenc milliós kihasznál van, 18 darab. Én használok. Én nem. Feloldó készlet. Megint jönni fogad össze, szombedli. Hangtorpítót kell használni, már rájöttem. Hű, vigyázz. Pont hillelem magamat.
Azért is el kell, hogy menjünk Hillért kórházba, mert az elég sokat fogunk fogyasztani belőle, úgy látom. Nagyon van nálam hely. Valakinek kell kaja? Én most haltam meg, úgyhogy én jó vagyok. Sanci? Nem. Nem se nagyon, de... Ezt nem lehet megnézni, ezt nem. És felejtettem, mit lehet meg, mit nem. Nálam van 9 darab egyszerű alkatrész, szerintem vonuljunk vissza. Ezt próbáljuk megcsinálni a kis kocsit, hogy legalább tudjunk magunkkal egyet húzni, tudjunk belepakolni. Szóltok az ötlethez. Ez még kilúttalom, itt azt valahogy kerülő úton menjünk. Hát én feljöttem itt az erdőbe a hegy tetőre. Itt fönn nincsenek talán. Igen, majd egyszerűbb lesz, hogyha megint eljutunk egy technológiai szintre. Most jelenleg nem vagyunk ott. Ez még nem az a kör. Ki nincs ruha? Na mindenki van. Rajtam egy felső van éppen. Egy ilyen kabátot tudok venni. Tudom, hogy fel tudod venni a felsőre, vagy hogy van most. Arra nem emlékszek. Hogy cserélni kell ilyenkor, azt szerintem cserélni kell a pólódat. Nem. Hol lakunk amúgy? Ez pont az én kabát méretem. Pont SS mi? Pont SS. Jó, menjünk, csépítsük meg azt a kiskocsit. De ezt állítani kell, mert így nagyon hamar visszaszpannolnak a zombik jelenleg. Hát két házzal előrébb voltatok, és ahogy jöttem, az összes ott volt lenn megint. Azt mondja, meg kell nézni, mert... A beállításokat megnézegetem nagyjából. De ez itt túl hamar van. Csanci legúgóbb úgy néz ki, mint a nyomolvasó lenne. Keresi az új 20 forintost. Azért, valljuk be így őszintén, így három azért egy kicsit egyszerűbb, mint egyedül bemenni egy ilyen helyre. Van benne egy táska. Azt nem mondtad egyszerű, mert hogy hívják? Ezt én raktam bele. Akkor jó. Azt nem mondtad, hogy egyszerű, mert hányszor haltunk. Hát de egyedül most hol járnál, érted? Sehol. Ugyanott, ahol falándzsával. Ugyanúgy ott a hídon állnál. Körülbelül. De azért így három, amikor beindulsz, azért csak le tudod szurkálni a zombikat, bár nem ez a legerősebb fegyver szerintem. Hát nem. A Satival elég jól bírtam azért. Tehát azért az megkönnyíti a helyzetet, ha tanálsz egy mennyiségű lőszert. Na, majd holnap szerzek én könyveket, aztán ráfeszülök én itt az élet technológiára. Hát tanulni kell. Azt mondja, hogy egyszer, és 15 tábla kell bele. Ezt elvileg elkezdtem gyártani. Aha. Csak nincs hely kipakolni. Ez jó, 556-ost melyikőtök használ? Igen. Egyikünk sem. Még... 9 millis, meg 556-os van. 9 millis, ez nekem is van 10 darab. A Desert Eagle-t viszont valaki tudja vinni, mert van hozzá 29 lősze. Az melyik az? 44-es, abból egy darabom van. Majd beteszem ide a szekrénybe, aztán kiveszitek a lőszert, ami kell nektek. Várjátok csak. Most azon gondolkodok, mi kell a polchoz? Ki kell tanulni? Azt tudom, csak mi kell a kitanulásod, akkor úgy kezdem. A mérnöki fokozat 1. Az nekem megvan. Meg 3 darab tábla. Adtad ide? Adtad ide? Ha. Ki tudnám pakolni a tárgyakat, jó is lenne.
Na még A egyszer. mérnökéből megvan az első, meg a mechanikából megvan az első. Hát ennyi ma kitanulva. Azt már jó. Ja, hogy nem vette fel a fegyvert, nincs nálam hely. Igen, tehát ez úgy hívják, hogy probléma. Ma 26 lőszerem, mehetünk rodeózni. Na, itt hagytad a puskát. Tudom, már nem is vettem még föl, mert táblákat hordom kell a kiskocsim. 13, még 2 darab kell. Szerintem meg lesz. Hogy kellett osztani? Tudja már valaki, mert már nem emlékszem. Jobb egérrel. Megvan. Oké, most kettbe dobom ide. Kiskocsi, juhú, srácok! Baromi jók vagyunk. Felhozzuk a félvilágot. Mint egy kentaur olyan vagyok. Oké, akkor kell egy... Kell egy polc. Bútornál van? Igen. Hát én nem megyek követ farmolni, egy kicsit szélesítsünk a bázison. Jó. Aha. Persze. A zombik nem ütik széjjel? Hát itt nem nagyon vannak zombik most. Mondjuk maga a polc részt. Szétütik, de most itt nincsenek zombik. Ne ugráljál! Meg kéne nézni a kereskedőt, vajon mikor lesz aksia, vagy ez a repörkítje. Elvileg már lenni kell, 5 naponként van, hogyha nem vette meg valaki, akkor elvileg van. Na, Éva megvette szerintem. Láttam arra fele sompolyogni. Hát figyelj, elvileg 5, 10, 15, 20, 25. nap, tehát most lenni kell majd hamarosan. Mondjuk még benzinünk sincs, hogy hajtsuk, úgyhogy. Hát azt elmegyünk a benzinkútra, az már nem pálya. Sanci, engedj oda! Vagy mit draftolsz? Draftolsz? Semmit. Ó, bakker. Ez így tele van? Fát kéne, vagy bizé padlókat, vagy mi az Isten deszkákat kéne csináljunk. Megyek fáér. Itt van kivágva amúgy egy pár szembe. Elfutsz arra, hogy pont amerre nézze. Ott egyenesen. Mindjárt csak azt néztem, hogy rám dől a fa. Dől a fa? Nem. Lóba kell. Tele van az asztal, gyerekek. Nem tudok megkraftolni. A láncsát lerakom már. Csak a helyet foglalja. Leviszem a kocsit a fáért. Hogy abba pakolod? Hát egyelőre, ha. De hozhatod azt, akkor pusztítsunk. Egyszerűbb. Jövök aztán, menet közben itt tyükörjük. Na, van még? Nincs. Ne röhögj. Hoppá. Igen. Akartam mondani, hogy egymást üssük, de rájöttem, hogy te ütöttél engem. Vigyázz, mert a fa is sebez. Ja, hogy megteltem. Aha, hát ez jó, akkor. Mehetünk. Ez most komoly felültél. Nem mondod. Csapkod a hátamat, légy szíves. Csapkod a hátamat. Azért nézve, mit csinál, figyelj.
Tűj fel, te is, nézzük téged, és viszlek. Mind a kettőtöket bírlak vinni. Nem fogy a stamina. Nem tudok se szállni. Most. Várjál. Messziről. Foglalt a hely. Tolassál már ide be. Várj, nem tudok lejönni. Húúú, basszus. Azt, hogy kilőtt, bassz meg. Ez turva volt. Na, így már jó. Várjál. Kicsit miért? Hátrább megyek. Na, még valaki felül. Úgy kikatapultáltál, azok, hogy izé, az állat. Menj fel a házba. Mehetünk. Gyí. Gyí, gyí. Látos, gyí. Jó. Oké, kiszórakoztuk magunkat. Na, ha más nem, ezért így meglátjátok multival játszani egy ilyen játékkal. Figyelj csak, ezt úgy kéne megcsinálni, hogy egyik őtök jobbra lő puskával, a másik balra, én meg húzom a szekeret. Ja. Modernizé ilyen lovas szekér támadási. Megyek, lefürdök, mert tiszta vér. Még bírom, jó, a véres a táska. Ne fürdjél le. Ne fürdjél le. Ott a fa pakolt ki belőle, mert nem, még nem egy nem tudom, mert nincs hova. Hát nincs ilyen fatárolónk, az elég itt volt. Ott itt hátul van. Messzebb nem bírtad tenni? Hát a szélesítés miatt gondoltam, hogy egyelőre ott legyen. Majd, hogyha ja, akkor építjük a házat ki, akkor ne legyen az legyen, hogy ott belepakolok oda. Sanci, vedd már ki belőle, azért ne vegyem le ezt a szekeret magamról. Léci, Sanci. Léci, Sanci. Ő pakolta meg úgy. Na, milyen gyorsan haladunk így. Szerintem mindjárt kész a kastély. Na, az ala, egyik köve. Az egyik köve, igen. Kész. Na gyere, ülj fel, azt menjünk. De nem akar. Na. De legalább dombruló gondjál rá. Legalább a dombról ugorj erre. Na jó, menjünk. Ti mit csináljátok amúgy? Dől a fa. Rám borítsátok! Megölnek, nézd meg! Segítség! Minek ide zombi van, ha megölnek a saját csapattársai? Nem is tudom, ki is kapcsolom őket. Várjál, mert nekem eltört a baltám. Kéne egy balta, elfogyott a balta. Kéne egy ilyen munkapadot kívülre is tenni, nekem mindig ide visszajárkáljunk. Jó, hogy nem bírok felugrani. Itt lesz a balta. Gyere, dobom. Kidobta, nem? Nem. Aha, megvan. Mehetünk tovább. Csináltam egy kőkardot, errefel egy kőkés lett belőle. Igen, tehát nem profi a magyarosítás. Az a baj, puska hangtompintónk van, az meg a SKS-re jó, srácok. Az SKS a sancinál van. Tehát, hogy rá tudja húzni, hogyha úgy van. Sanci, pörgesd rá, sokkal jobb. Basznek, itt egyesével húzogatom át szokat, és elfelejtettem, hogyha rákattintok, átteszi egyből. Á, Istenem. Nem röhög, együtt érez. Várjál, még marad benne kettő. Vedd ki, én addig vágom itt a fát. Az igen. Tele van a izé. Az. Építsünk még egyet, hát aztán. Van hely. Le kell tenni még egyet, ez kész. Léc kell mellé, hogy mi ez. Gaj kell hozzá, aztán ma mehet, és mindjárt építek egyet. Jó. Ti, el is lopta. Az igen.
Azt még itt is adja. Hát tudom, bevenni. Mi a neve ennek a gajtárolónak? Gajtároló, nem tudom. Én miért nem látom? Hogy hívják, nem van szerkezet, vagy mi a túrónál? Vagy kültéri, vagy mi a szabad? Nem, a bútoroknál van, azért. Bútornál. Bottartó az a neve. Vagy röngtartó, vagy mi a túró. Na, csak nem akarja össze-stackelni. Hát az így marad akkor. Ó, kell gaj hozzá. Készen. Oké. Okay. Oh, hova repült a kocsi? Jön a vihar. Honnan tudod? Érzem. Szamár érzi, nem nagy lesz. Na, srácok... A három doboz lehet lepakolni. Szemetet magatoktól. Hú, hál' Istennek. Lehet az összebiztosság? Így van, ahogy szoktuk, először behányjuk, azt utána majd rendezkedünk. Majd lesz egy raktáros, aki így van. Szortíroz. Hát majd ráírjuk a nevet, azt mindenki oda teszi, hogy jó legyen. Oké. Van nálam egy rönk, aha, ez volt itt a probléma. Használni kéne a görgőt, ugyebár. Megint rám borítják a fát, az meg jó, hogy a házba voltam. Azt a minden, agyon akarnak ütni. Hát dolgozunk. Örülj, hogy nincs láncfűrész. Cik szerencse. Az összes erdő rajtam landolna. Ez is tele van. Ja, ott a másik még. Ezért jó így többen játszani, hamar megszórjuk a fatárolót. Igen, a nyersanyagos hamar tele van ilyenkor. Ez a fa rám esett. Igen, azt láttam. Milyen jól nézzük, hogy ki van itt vágva a fa, és akkor ilyen... ilyen grafikai bugok alkalmazódtak benne. Vagyis nálam. Na jó, most srácok, most egyelőre csinálja a deszkákat a játék. Úgyhogy... ha megdobtátok, szerintem menjünk el kajáért. Márja, csinálok akkor izét. Lunch-ot. Én szerintem. Ötöt beteszek közül, hadd csinálja. Nem kalapácsot, deszkát, szemét. Fogytában van a víz is. És ott legalább találunk vizet meg ilyesmit, azt akkor meg tudjuk dobni, és akkor lesz kaja mindenkinek. Engedj bele, hoztam rönköt. Most nem fér bele, amúgy. Na, majdnem színi van. Hát ezeket kiveheted belőle a táblákat. Na, majd annak csinálni kell egy táblatartót gyorsan. Hogy legyen. Várj, az melyik is? A fa polc. Abba megy a tábla. Ugye? Azt nem tudom. Tizenöt darab fabot kell hozzá.
Azt hiszem, hogy abba tudjuk beletenni. Ha nem, akkor tévedtem. Szóval... Kőtartót, azt tudom még, azt csináltam ma. Nem ugyan visszak, hogy ez az. Aha. Na így legalább nem foglal annyi helyet. Mondjuk, ha kiüríti mindenki a táskáját, és úgy megyünk el, szerintem az elég a... ...izének, hogy elhozzuk. Én bízom a szekeret. Nincs semmi bíz. Nincs. Pazikat kell találjunk, ott szerintem találunk a hajón. Figyelj, csak én elindulok a hajó fel akkor, jó? Oké. Okay. Tig gyorsabban jöttek úgyis. Hát, mi szerintem összelútoljuk magunkat, mire... ...odaérsz. Az a baj, hogyha valami nehezet találsz, nem tudod elhozni. Tehát ha telipakolod magad konzervvel, nem lassan mozogsz. Hát de ennyien szerintem hozunk annyi, úgyis megromlik a konzerv, tehát. Tervileg nincsen a zombi. Szerintem a hídon át tudnunk menni. Szétrágták annyira a zombik. Menj már! Ne tartsd rám azt a nyavaján! Amúgy most, hogy hárman vagyunk, mert kipróbálhatjuk, hogy tudunk-e majd aludni. Csinálunk egy ágyat. Hát ez is fent van, Éva, nem? Már nincs. Nem látom. Nekem mutatja. Na most már nekem is. Hát valahogy föl kéne vegyük vele a kontaktot. Hű. Vannak egy párom. Mennyi kell? Már jön is. Nincs staminám. Raptor. Nem jó. Miért hívtátok őket? Én nem hívtam őket. Igen, a fegyver az nem jó. A fegyver az nagyon nem jó. Az összeset bevonzza. És nem tudunk elmenni. Kapta, bocs. Uh-huh. Várjál, beszéljünk. Beszéljünk. Miről szúrom, szúrom. Ja. Szúrd. Szúrom. Az. Az igen. Az mi volt? Elrepültem. Szúrom. Oké, akkor. Szép. Jó. Menjünk tovább. Kár, hogy nem írja, amikor írsz cseten, tehát hogy lássad, hogy írnak. Hm.
Vissza is spanoltak. Igen, ezt be kell állítani majd. Mert nem fogunk tudni eljutni nagyon messzire. Ouch. Oda van a láncsám. Nincs tartalék. Nagyon jó. Na ja. Itt egyszerűbb átjutni kocsival. Nincs itt egy gaj véletlenül? Most bezzeg nincs. Késem van csak. Max, meg tudom őket késelni. És hogyha itt szélen megpróbálunk elmenni, srácok? Na, még egy. Lett, maradj a földön, hát nem hiszem el, hogy nem bírsz magaddal. Nya. Raptor ismerkedik című rovatunkat láttak. Csak barátkoztam. Megkérdeztem tőle, hogy van. No, és akkor itt lesz valami? Nem, a hajóhoz kéne eljutni, nem sok minden lesz, srácok. Itt a, ott a hajó szembe, oda kéne eljussunk. Szerintem itt, ha ezen az oldalt megyünk, itt el tudunk jutni. Megfürdök. Ja, igen. Na, úgy látom, hogy egy picit mocskos a karakterem. Csak a vér meg minden. Na, mi nincsen neked? Botom. Hogy láncsát csinálj. Itt van, itt van. Kösz. Aki készült, ugye? Tehát ő úgy jött. Hát igen. Mondjuk én úgy jöttem, hogy nem harcolunk ennyit. Nem is akartunk mi. Csak szépen akartam menni a boltba. Tchú. Tereiszom magam, ha odaérünk. Nekem a HP-val van problémám. Nem tudom, lehet, hogy a vastömböt neki állhatnánk gyűjtegetni a kocsikból. Az ilyeneket. Na, itt már sétagalop lesz. Mondom, itt az is szélen, itt jobb szélen a tengerparton el tudunk jönni. Ami futunk, azt elkezdünk lootolni, jó? Lord. Jó, oké. Okay. Támadás! Ostroboljuk meg a hajót. Ki hozza az üstöt? A bokrácsot. Ne tötötötödör, soci! Csak szedem a tűzifát. Azt majd szedünk otthon, kajával tegyük tele. Vagy értékesed cuccokkal. Jön eszköztár, meg ilyenek. Éva, az nagyon kenni amúgy a játékot, tehát egyedül is elboldogul. Nagyon, neki nagyon nagy izé. Tudás van a játékkal kapcsolatban. Írtam neki egy pár szó, de reagált. Nem kapok neki írni a Discordon.
És támadás! Útítsuk meg a hajót. Fönt a tetején van, azt hiszem, az üst. Ezt a lootolást, ezt mindig elfelejtem, és húzogatom át itt egyesével a cuccokat. Itt a sok víz, nagyon jó. Vagyis a palackok. Nem tudunk sajátot gyártani, kaja. Töménytelen mennyiségű kajánk lesz. Beakadtam. Bebagolt a kis kocsi. Hogy? A vízbe. Nem tudod kiszedni? Nem, majd visszafele. Várj, de mit kell felmenni? Én nem emlékszek rosszul. Vannak itt könyvek is. Valaki már hallom szürcsöl. Csak úgy horpadt az üveg. Acélfeszítőves. Hát ezt... Ezt elég gyorsan kiposztjuk. De legalább lesz izé. A doppinggal lehet healelni, nem srácok? Vagy én nem hiszek rosszul? Elméletileg lehet. Ugye? Ugye a dopping az hílelős. Nyomjad csak be, nézzük mi történik, meghalok. Hát nem. Nem sok. Megvan az üst. Király. Nem az történt, amire én gondoltam. Kisfosztottuk? A kb. Elég gyorsan amúgy. Hogy kellett itt fölmenni? Ki emlékszik rá? Ja, space-re. Spacit kellett nyomni. Ülj, valakin átmásztam. Ez jó volt. Hallod? Hello? Segítség? Beakadta. Nem, csak így a végtelenbe tudok mászni a létrán, tehát is tovább. Így, az baj. Jó, hát inkább lemegyek, mert ez veszélyesnek tűnik ez a mutatvány. Aha, oké. Le is est. Nem kellett lejönni. Ó, maradt 23 életem kb. Jó, hogy hírlet, ja. Jó, hogy nem hizelt sem. Ennyi volt. Hol a szekér? A vízszélén. Úszik. Van ez így. Tök végeztetek? Ja. Vagy csak én lootolom a felső szintet. Na, csak te lootolod. Csak te lootolom, mindenkinek volt egy szint. Hát akkor én még nem fejeztem be. Na, ez baj. Tűzoltó fejsze. Aha. Mi volt? A... itt volt a kiskocsi, ugye? Igen, itt van. A vízszélén van. És mi a baj? Hát, hogy nekem nincs itt. Ah, most már itt van? Oké. Jó. Let's go. Menjünk. Várjuk meg. Azért még kilúgtad, amit acéltört találtam. Meg tűzoltó fejszét, hát már tiszta arzenát szedek itt össze. Egy adrenalin. Megy a hajó. Vizes palackok vannak. Szia Lord, jó utat! Oké, okay. Sziasztok! Majd integetek. Na, nekem már nem sok helyen volt, tehát én felesleges lett volna föl, megyek még egyszer, hát mondjuk egy pár konzerv elfért volna esetleg. Hát, meg nem is a konzerv, hanem most például egy acéltör, ha szétbontol, akkor lesz belőle acélród. Na, már ő is leszedi a körmét.
Na, én most fejeztem be. Ez a szénhidrát, vagy ez a pre-shard kex, ez se rossz cucc. Ez is ugye sok üzét ad vissza, szénhidrátot meg fehérjét. Csak ugye a szomjúságodat baromira megnövelni. Hát víz az van. Legalább, tehát ezért jöttünk. Meg az üst. Az üst az nálam van. Az a lényeg. Én találtam üstöt csak, hogy mi van. Aha. Hát a legfelső szinten van az üst. Általában ott van kettő is. Egyet találtam. Ha szerencsénk van, ha nincs, akkor majd legközelebb. De... Hol a szekér? Sanci nem. Ja, felvettétek? Aha, hogy akkor tudjál futni utána. Na hát ez egy csodás tap volt eddig. De ezt a zombi visszaspannolást, ezt lejjebb kell venni. Hát egy csöppet. Nem kicsit, csak nagyobb. Hát nem azt mondom, hogy ne spannoljanak vissza, csak ne 3 másodperc múlva. Azt meg kell nézzem, hogy hol tudjuk állítani. Tök jó, hogy fordulsz, az így libeg a szekér. Pífinye, meglősz, az így be a víz közepéig, mint az előbb, izé. Lord is így úgy lekatapultált az izével, hogy az út széléig repültem. Hűj fel, azt a kollégám, nem fogyok kaját, hallod? Jó, van ez. Mire felülök, addigra hazaérünk. Majd ki kell pakolni ezt a sok kaját. De legalább ezt most már meg tudjuk főzni. Azt tudjátok, hogy a kaja megromlik. Persze. Hogy nem tudni. Ha végigjátszottuk a játékot, mondhatni. Úgy lépjetek ki a játékba, hogy lakjatok jól először. De én már most is felhúztam magam direkt. Minden, tehát nincs olyan, minden romolja meg. De viszont lehet rajta segíteni, hogyha megvan a présgép, akkor mondhatni, hogy frissítheted. Ja. Csak annyi, hogy nem, mit tudom, 60-as lesz a frissesség, hanem csak 40-es, mi kipróbáltuk. Akkor legelőször próbáltuk, akkor nem működött, akkor ugyanúgy izé volt. De utána már vagy valami jött, vagy nem tudom, de... Hát, hogy csinálunk ilyen farmot, aztán... Persze, hát utána már... Meg vadászunk. Jön egy zombi. Várj, én magamra húzom őket. Ne húz mindet. Nem kell. Nem, csak az, hogy el tudjon menni a szekérrel. Pont rámennek. Állj meg egy kicsit. Várjál. Na mindegy. Mondani akartam, hogy tűzoltó fejszem, ekkorát sebez vajon rá. Hát, azon már nem sok mindent. Következő látogat tesz, szerintem a kórház lesz, hogy legyen alapanyagú. Nem sérülnek, nincsen alapanyag. Holnap szerzek kocsit, mert abban szerintem easy lesz menni. Főleg, hogyha még jön éve is. Őt is majd írok neki. Hány személyes a kocsi amúgy? 4. Ha a szedánt hozod. Szedán az biztos, hogy 4, de azt hiszem a Jeep is, és van egy kicsi, ami csak 2 személyes. Na, átfutás haza. Na, srácok, de viszont mi búcsúzunk. Így a hordát elvertük, vagyis hát félig meddig ő vert el minket. Úgy itt a hídvédelemi része szerintem elég stabil lesz. Mondjuk itt még kell erősíteni, itt meg itt a széleket is egy picit jobban kihúzni. Meg itt beljebb, de szerintem ez működőképes lesz, hogy itt a hordát föltartóztassuk. Elég sokan inkább a rendesen a izén felől próbáltak bejönni. Megszereztük a kis kaja mennyiségünket, ez most egy ideig még esetleg játszogatunk, addig elég lesz, de hogyha kilépünk, akkor ugyanúgy telik a nap, mert ugye amikor feljöttem, akkor 1 vagy 2 nap volt, amikor játszottam, és mire visszajöttem, akkor ugye már jött a horda, a 20. napi horda. Beszélek majd a többiekkel is, hogy mikor szeretnénk legközelebb videót csinálni.
És mindenképpen fogjuk folytatni. Itt a bázis részt azt elkezdjük majd szépen kialakítani a fiúkkal. Ugye majd elég sokat kell hozzá tanulgatnunk, úgyhogy a tanulást ezt majd előtérbe helyezzük, és akkor mindenkinek majd még megbeszéljük, hogy milyen konstrukciót választunk. A nyersanyag szerencsére van a környéken, tehát fa meg kő, ilyesmi van. Úgyhogy most kocsi szerzés lesz a következő, amivel nekiindulunk. Ugye vizet most már tudunk csinálni, mert van üst, meg tudunk ilyen vízgyűjtőt is lepakolni. Szerintem lassan, úgyis, srácok? Igen. Lassan meg lesz minden. Ugye? Úgyhogy elkezdjük itt ezeket szépen összeszedni, lepakolgatni. Azért együtt gyorsabban haladunk, ugye ez a vízgyűjtő, vagy esővízgyűjtő, ez csak fabot kell, tehát azt meg gyors kitalulja valamelyikünk, azt lepakoljuk. Úgyhogy innen fogjuk folytatni. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor várunk vissza mindenkit legközelebb. Addig is hali-hali, sziasztok! Sziasztok! Hello!